Üdvözöllek! A biztonsági másolatok, tartalék másolatok készítése nagyon fontos, azonban még mindig elég gyakori, hogy valaki nem, vagy pedig nem kellőképpen átgondoltan készít biztonsági másolatokat. Biztonsági másolatra nyilván akkor van szükség, hogyha a számítógépünkkel történik valami egészen konkrétan merevlemezzel, vagy éppen az SSD meghajtóval, és a rajta lévő adatok azok megsemmisülnek, legalábbis részben, vagy teljes egészében. Vagy ami még probléma lehet, hogy a Windows újratelepítésre kerül, és a régi fájlok azok valami oknál fogva eltűnnek, például az adott merevlemez formázása során. Szóval számos oka lehet annak, hogy biztonsági másolatokra szükségünk lehet, ezért célszerű megfontoltan készíteni a biztonsági másolatokat, hogy minden olyanról legyen tartalékmásolat, ami fontos és szükségünk van rá. Ebben a videóban nem konkrétan a biztonsági másolatok készítésének a folyamatáról lesz szó, hanem arról, hogy mi az, amiről célszerű biztonsági másolatokat készíteni. Másolatok készítése az természetesen történhet egy akármilyen fájlkezelővel, vagy éppen történhet a Windows saját fájlkezelőjével, egy egyszerű másolással, például pendrive-ra, vagy külső merevlemezre, vagy éppen egy távoli számítógépre interneten keresztül, vagy éppen manapság valamely divatos cloud szolgáltató által biztosított megoldással. Szóval van ennek többféle módja igazából, de most nem ezekkel foglalkoznánk, hanem azzal, hogy miről célszerű másolatokat készíteni, mert ezzel még azoknál is szokott probléma lenni, még ha nem is mindenkinél, akik egyébként készítenek biztonsági másolatokat. Hát nyilván másolatot kell készíteni különféle fontos fájlokról, képekről, videókról, amelyek lehetnek személyes jellegűek, vagy akár a céges adatok. Úgy gondolom mind a kettő egyformán fontos tud lenni, de a céges adatok azok meg aztán különösen fontosak, az elvesztésük akár katasztrofális következményekkel is járhat. Tehát az egyértelmű, hogy a fontos fájlokról mindenképpen kell legyen másolat. Én úgy gondolom, hogy legalább két másolat kell lennie az adott számítógépen kívül. Az egyik az lehet helyben, és optimális esetben még egy másolat, nem árt, hogyha van az adott számítógéptől távol, tehát konkrétan földrajzilag máshol. Tehát az elég egyértelmű, hogy a fontos fájlokról kell, hogy legyen másolat. Erről úgy gondolom túl sokat nem kell beszélni. Ugyanakkor mindenképpen megfontolandó, hogy például a programjainkról készítsünk másolatot. Persze ez attól is függ, hogy ki milyen programokat használ, mert vannak olyan programok, amik nem működőképesek telepítés nélkül, tehát ez nem megoldható, hogy a merevlemez meghibásodása és cseréje után csak szimplán átmásoljuk, tehát nem kell őket telepíteni. Viszont számos olyan program van, amely telepítés nélkül is működik. Én tipikusan ilyen programokat használok. Hát úgy tipre az általam használt programok olyan 85-90%-a újra telepítés nélkül is működőképes, ami azért ugye eléggé hasznos, úgy gondolom. Tehát akár a telepített programokról is készíthetünk tartalékmásolatot, de mondom, ez leginkább attól függ, hogy milyen programokat használsz, mert nem biztos, hogy mindenki esetén működőképes megoldás ez, de mindenképpen megfontolandó. Aztán ugye van ez a users, hát ebben a fájlkezelőben angol néven jelenik meg, de ez a felhasználók mappa. Itt elég sokféle hasznos dolog tud lenni, tipikusan a programokhoz kapcsolódó beállítások, fájlok. Itt van például a Google Chrome-nak is a beállításai, vagy éppen a Firefox is itt tárolja, vagy éppen a Thunderbird is itt tárolja a beállításokat alapértelmezetten, és a nagy többség ezt tipikusan nem nagyon szokta megváltoztatni. Hogyha belemegyünk, akkor itt találjuk a felhasználókat. Jelen esetben csak egy van nekem. Tulajdonképpen ennek a mérete 600 MB, tehát ezt akár így kompletten át lehetne másolni valamilyen külső meghajtóra vagy pendrive-ra. És akkor ami ebben tárolódik, arról mindenről lesz egy vagy több tartalék másolat. Tipikusan ez az update a mappa, de alapesetben ez nem feltétlenül jelenik meg, mert ez egy rejtett mappa. A Total Commander-ben itt a beállítások, általános beállítások, képernyő, rejtett fájlok megjelenítése és a rendszer fájlok megjelenítése, ami hogyha be van jelölve, akkor ez a mappa megjelenik, illetve egyéb mappák vagy fájlok. Látható, most el is tűnt.
Ha mind a kettőt bekapcsoljuk, akkor pedig hát igen, látható, hogy jóval több mappa jelenik itt meg. Tehát akár erről lehet kompletten egy másolatot készíteni, csak arra kell odafigyelni, hogy ennek a mérete adott esetben több 10 gigabyte is lehet. Tehát ez egy kellőképpen nagy méretű pendrive, avagy merev lemez lenne szükséges. Én személy szerint ezt a teljes mappát szoktam elmenteni egy külső merev lemezre. Van több számítógépem is, és van, ahol ténylegesen több 10 gigabyte, majdnem 50 gigabyte a saját felhasználó mappája. Tehát annak már valószínűleg jobb egy külső merev lemez, bár vannak már elég nagy méretű pendrive-ok is, úgy viszonylag megfizethető áron. De mivel egyébként is kell más dolgokra is készítenem másolatot, ezért esetemben a külső merev lemez az, ami célszerűbb. Tehát ezt a mappát akár teljes egészében át lehet másolni. Lehet róla egy biztonsági másolatot készíteni, vagy pedig, hogyha belemászunk ide, akkor itt ki tudjuk válogatni, hogy miről szeretnék másolatot készíteni. Például itt van a Google, vagy itt van a Mozilla, látható itt van a Firefox is. Ezek úgy annyira rettentő nagyméretűek nem szoktak egyébként lenni. Tehát akár itt ki lehet válogatni, a roaming mappában is szokott lenni elég sok minden. Hát persze felhasználótól függően sok minden, vagy csak kevés. Ennek a mérete, hát igen, látható, hogy gyakorlatilag majdnem megegyezik a teljes felhasználó mappa méretével, és ebből is látható, hogy ezért ide kerül elég sok minden. Ebben viszont van itt egy mappa, ez a temp. Ebben ilyen ideiglenes fájlok kerülnek, hát ezt akár ki lehet takarítani a biztonsági másolat készítése előtt, mert jellemzően fontos fájlok nem nagyon vannak. Ez egy átmeneti mappa, ahol például a programok telepítésük során átmenetileg fájlokat helyeznek el, vagy a működésük során. De fontos dolgok itt nem igazán szoktak tárolódni. Szóval, hogyha van mód, akkor akár a válogatás nélkül a te felhasználód, vagy felhasználói teljes mappáját is lehet menteni, másolatot készíteni, vagy akár a teljes felhasználókról, csak ez nem biztos, hogy annyira szélre vezető, de ez is egy működőképes megoldás. Természetesen ez ugyanúgy megoldható a Windows saját fájlkezelőjében. Hát ez a Start menüben, Windows 7-ben vagyunk most, itt a számítógépre kattintva előhozható. Windows 8 és 10-ben már van olyan, hogy fájlkezelő, meg olyan, hogy ez a gép. Alap esetben, itt hogyha bemenjünk a felhasználókba, akkor itt sok mindent nem fogunk látni. Windows 7 esetén van ez a rendezés, mappa és keresés beállításai, nézet. Ha itt lejjebb görgetünk, akkor itt van, hogy rejtett fájlok, mappák és meghajtók megjelenítése, oké. Így már is megjelent ez az update a mappa is például, és akkor innen is lehet már másolgatni. Windows 8-ban szintén alapesetben rejtve vannak ezek a mappák, de ott is ezt be lehet kapcsolni, hogy megjelenjenek. Nézzük meg akkor ott is. Hogyha van start menü telepítve, akkor itt van, hogy ez a gép, és akkor itt a nézetre kellene kattintani, és itt vannak a rejtett elemek. Ezzel ugyanúgy lehet szabályozni a rejtett mappák megjelenését. Windows 10-ben ugyanígy kell ez tulajdonképpen, ott szintén van ez a nézet menüpont. Jó, akkor menjünk vissza a Windows 7-be. Tehát erről a users, illetve magyarul felhasználók mappáról is célszerű lehet másolatot készíteni, valamint van még egy rejtett mappa, hogyha be van kapcsolva ezeknek a megjelenése, akkor az szintén itt van ez a program data. Ide is kerülhetnek bizonyos programokkal kapcsolatos adatok. Bele lehet ebbe is nézni, hogy hát van benne olyan programnak a beállítása adata, amire később szükség lehet. És ha megvan a felhasználónk mappája, vagy legalább egyes programok mappája, akkor például a böngészők ugyanazzal az állapottal fogadnak, hogyha egy másik merevlemezt veszünk használatba, vagy SSD meghajtott, hogy bármilyen okból teljesen nulláról kellett kezdeni a Windows telepítésével, akkor a legtöbb esetben visszakapjuk azokat a beállításokat, meg úgy általában mindent, például a böngészőkben, Chrome, Firefox, meg az egyéb programokban is, amit korábban használtunk. És hogyha a programjaink is olyanok, hogy nem kell többségében újra telepíteni őket, és megvannak itt a beállításaik is, meg az adataik, akkor lehetőségünk van arra, hogy nagyon gyorsan visszaállítsuk a korábbi környezetünket a Windowsban,
és akkor nem kell nekünk telepítgetni, meg beállítgatni újra. Hát ugye főleg tipikusan a beállítgatás az, amivel úgy elég sok idővel szokott menni, hát legalábbis esetemben. Úgyhogy emiatt én aztán minden programról, illetve beállításáról készítek másolatot, beleértve a felhasználói fiókom a pályát is elmentve. Így, hogyha újra kell telepíteni például a Windows-t, akkor pillanatok alatt vissza tudom állítani az előző állapotot, és a különféle programokhoz kapcsolódó adatok, beállítások sem vesznek el. Egyébként nagyon tipikus, hogy a különféle játékok is például itt tárolják a felhasználói profilunk mappájában a mentéseiket, ezért, hogyha játszol valamivel, akkor célszerű arról is másolatot készíteni, amit igen gyakran szintén a felhasználói fiókodhoz kapcsolódó mappában találhatsz meg. Nem minden esetben, de elég gyakran. Szóval elég sok fontos adat van ebben a felhasználó mappában. Mindenképpen célszerű átnézni, vagy ha te nem akarsz ezzel túl sokat időt tölteni, akkor egyszerűen az egész mappát elmentheted egy külső merevlemezre vagy pendrive-ra, és akkor mindig lesz róla másolat. Persze megteheted azt is, hogy a számítógépedben lévő egy másik merevlemezre mented el, csak ezzel az a probléma, hogyha netán olyan eset következik be, hogy a teljes számítógépet kompletten tönkre megy benne lévő minden dologgal együtt, vagy legalábbis a merevlemezek, hát akkor ugye az is elveszik, ezért mindenféleképpen fontos egy a számítógépen kívül lévő tartalékmásolat, lehetőleg nem a számítógépen tárolva, mert bár igen ritka, de esetleg ki is gyulladhat például, és akkor ott elveszik minden. Szóval azért lehetőleg a számítógéptől viszonylag távol kellene ezeket tárolni. A legjobb megoldás nyilván az, hogyha van egy földrajzilag távol lévő másolat is róla, minden esetőségre felkészülve. Hát nyilván ugye át kell gondolni, hogy mennyire fontosak az adatok, céges adatoknál úgy gondolom, hogy minimálisan két tartalék másolat, egy a számítógéptől távol, földrajzilag távol elhelyezkedve az optimális megoldás. Így eléggé minimális az adatok elvesztésének az esélye. A mentéseket pedig nyilván egy szimpla másolással meg lehet oldani, de ha jobb megoldást keresel, akkor például a videótanfolyamon is már volt erről szó, rákeresel arra, hogy biztonsági, akkor ezt megnézed ezt a videót, biztonsági másolatok készítése egyszerűen, és akkor itt egy jobb megoldást erre meg tudsz nézni. Főleg akkor hasznos, hogyha több mappát kell elmentened, illetve a különféle fellépő hibaüzenetekkel nem akarsz foglalkozni, mert amit erről tudni kell, hogy különösen itt a felhasználói profilhoz tartozó mappa esetén vannak olyan fájlok, amelyek éppen használatban vannak, és ezekről nem tudsz másolatot készíteni, mert egyszerűen az adott program, ami lehet egy fájlkezelő, vagy a Windows saját fájlkezelője, nem fog hozzáférni, pont az miatt, mert használatban vannak. Viszont ezzel a programmal ezt is meg lehet kerülni, valamint teljesen automatizálni is lehet a másolatok készítésének a folyamatát. Szóval mindenképpen hasznos tud lenni. Amire nem nyújt megoldást, az a tálcán lévő ikonok visszaállítása. Valójában erre is van mód, ezeket az ikonokat el tudjuk mi menteni, és később néhány kattintással vissza lehet őket állítani. Nekem van olyan számítógépem, ahol két sornyi ikon van a tálcán, és hát nyilván nem nagyon szeretem, hogyha egy Windows újratelepítés után az összeset vissza kéne állítgatni egyesével, ezért erre kerestem egy megoldást, amit már jó ideje használok is, és tökéletesen működik. Most ebben a videóban azt már nem nézzük meg, de majd egy másik videóban, vagy legalábbis egy blogbejegyzésben majd megnézzük.